Ahogy a korábbi években, így az idén keletkező mezőgazdasági károk összesítése is a gazdálkodók bejelentései alapján történt meg. A jégkár elleni védekezés Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten, amelynek finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. 2020-ban már harmadik éve működött hatékonyan a rendszer, hiszen a védekezéssel érintett 2018 és 2020 közötti időszakban a jégkár arány az ivatar károkon belül mintegy 47%, míg az országos rendszer indulása előtt ez az arány több mint 84% volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország legjelentősebb gyümölcstermesztő térségeinek egyike, leginkább az alma és a megy miatt, így jellemzően ebből a régióból érkezik be a legtöbb kárenyhítési kérelem. Idén országosan összesen 21 ezer gazdálkodó igényelt ki fizetést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebből a kérelemből 9 ezer, ide esik a 21 ezerből, vagy a 100 ezer parcellából ide esik 33.700 parcella, akkor ez már tükrözi azt, hogy igenis mi ebben a kárenyítésben az előbbiek hivatkozva élen járunk, mert olyan növények vannak itt, amiben könnyen kárt tud tenni. Ezért is voltunk mi nagy kezdeményezője Európában egyedülállóként Magyarországon, hogy egy ilyen jégkármérséklő rendszer üzemelését szorgalmaztuk. Ez évről évre kimutatható volt, hogy milyen károkat okoz a jég. Ugyanakkor nem kizárólag a gyümölcsösök területi nagysága miatt keletkezik itt a legtöbb kár. Mivel Ukrajna és Románia nyugati felében semmilyen mérséklő rendszer nem működik, az abból az irányból érkező viharfelhők így elsőként itt érik el Magyarország területét. A kamara elnöke elmondta, folyamatosak az egyeztetések, a korábbiakkal ellentétben pedig ma már mindkét szomszédos országban van hajlandóság a rendszer kiépítésére. Magyarországnak az lenne a célja, minket körülvevő országok is védekeznének. Most ebben a pandémiás helyzetben biztos van sok mindenkinek sok mással való foglalatottsága, de a tavasz időszakban már beszélgettünk arról, hogy fogékonyság van Romániában is, illetve Ukrajnában is abban az irányban, hogy védekezni kellene, és ezt a Magyarországit szeretnék megvalósítani ott is. Nekünk a határmenti településeknek sokat segíthetne az, hogy nem kellene rettegni, hogy Ukrajna vagy Románia felől érkezik felhő, mert sajnos, ha úgy adódik, akkor ők ott védtelenek. Bár a jégkár mérséklő rendszer évről évre nagy segítséget nyújt, a gyümölcsösöket így is megtépázta az idén tapasztalt szélsőséges időjárás. A késő tavaszi fagyok, a júniusi folyamatos esőzések, majd az azt követő hosszú aszályos időszak miatt az elmúlt évek megtermelt gyümölcs átlagának alig több mint a felét regisztrálták.